Mintegy 30 termelő mutatta be itt a vásártéren a Prosperitáti Alapítvány támogatása által megvásárolt mezőgépeit. Itt van mellettem a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője, Juhász Bálint. Először is arról kérdezném, mert beszélgetett ugye ezekkel a termelőkkel. Mik a tapasztalatok, mik a visszajelzések? Hát mosolygós embereket és elégedett embereket látok. Azt gondolom, hogy itt a mezőgazdasági gép és kapcsolateszköz vásárlására kiírt pályázattal néhány évtizedes lemaradást kezdtünk el lefaragni. Sokan elmondták, hogy ha nincs ez a program, nincs a Prosperitáti Alapítvány és nincs Magyarország kormánya és támogatása, akkor soha nem vásároltak volna ilyen pótkocsit, ilyen traktort, ilyen germinátort, ilyen ültetőgépet és a többi. Azt gondolom, hogy ez fontos a termelők számára. Itt konkrétan Temerin községben 128 sikeres pályázónk voltak a mezőgazdasági gépet és kapcsolateszközt vásárolt. Ez valamivel több mint 70 millió dinár támogatást jelent az itteni pályázóknak. A számok mögött viszont nagyon-nagyon érdekes történetek vannak. Rögtön az első pályázókkal beszéltem, egy fiatal család, ahol a feleség pályázott startup támogatásra, és hamarosan meg fog hivatalosan is megnyílik szerb állam által bevizsgált és engedélyezett sertés, mesterséges megtermékítéssel foglalkozó vállalkozása. Ugyanúgy mezőgazdasági termelőként is funkcionál a család. Egy több gyermekes vajdasági család, aki itt szeretne élni és boldogulni. Ugyanígy egy ikerpár édesapjával beszélgethettem, aki a pályázatnak köszönhetően a feleségével a saját házat tudott vásárolni, vagy beköltöztek, szintén mezőgazdasággal foglalkoznak, és mezőgazdasági kapcsolatú eszközt is vásároltak. Úgyhogy ez a két példán köröztül is látszik az, hogy amit mi szándékként megfogalmaztunk, hogy alternatívát kívánunk mindazoknak, akik itt szeretnének boldogulni és élni. Ez meg tud valósulni, hogyha ezt a pályázóink is így akarják, és hogy azokat a pályázatokat szeretnénk támogatni, akik sikeresen le tudják hívni, meg tudják valósítani a projekteket, és ebben az esetben akár többször is tudnak pályázni, és tudnak előre haladni. Azt gondolom, hogy az ilyen alkalmak, amikor összegyűlünk, és több tíz sikeres pályázott projektet láthatunk, akkor alkalmas arra, hogy megállapítsuk, hogy jó úton járunk, és megerősítsen bennünket abban, hogy hasonlóan haladjunk tovább. A látvány egyébként magáért beszél itt a temerini vásártéren, és hát, mint ahogy említette, fontos kiemelni, hogy többször is ugyanaz a pályázó többször is pályázhat, majd részt vehet a pályázatokon. Hol tartanak most jelenleg ezek a pályázatok, mi történik a Prosperitáti Alapítvány házatáján? Gyakorlatilag három pályázati kört zártunk le, 7007 pályázatot kezeltünk, és közel 6200 sikeres projektünk van. Mintegy 10 milliárd forintnyi támogatást ítéltünk meg, szerződtünk, és gyakorlatilag ennek a nagy részét ki is fizettük. Néhány még eddig le nem szállított mezőgép esetén kell még kifizetést teljesítenünk, de ebben az esetben nem az alapítvány, hanem a szállító késése miatt áll a projekt, de gyakorlatilag minden a tervek szerint halad. Hamarosan új pályázatokkal fogunk jelentkezni, szeretnénk a föld- és házvásárlási pályázatokat megismételni, ahogy ez többször elhangzott már, és szeretnénk a közepes méretű projekteket is megtalálni, 50 és 50-500 ezer euró közötti projektekről van szó, amelyek a mezőgazdaság és úgy általában egyéb gazdasági ágazatokban termelés és mindenféle hitelképes fejlesztés, fönntartató projekt résztámogatására fogjuk kiírni, önrész kedvezményes banki hitel és visszaállítani támogatás formában kívánjuk ezeket a projekteket támogatni. Hamarosan döntések is születnek a nagy projektek vonatkozásában, és ennek nyomán ehhez kapcsolódva ősszel reményeink szerint ki tudjuk írni a pályázatot a rájuk kapcsolódó kis családi gazdaságok számára is, akik majd elő tudják állítani azt a nyersanyagot, azt az elsődleges mezőgazdasági terméket, amit majd az integrátorok feldolgoznak és piacra juttatnak. És egyébként azt is fontos többször is kiemelni, hogy mi az, amire oda kell figyeljenek azok az emberek, akik majd szeretnének pályázni, tehát már most mivel tudnak készülni?
Hát alapvetően azt gondolom, hogy fölkészültek az alapvető feltételekből. Magyar és szerb állampolgársága már szinte minden termelőnek, minden egyéni vállalkozónak van. Meg kell nézni azokat a pályázati kiírásokat, amelyek eddig megjelentek. Hasonlóak lesznek, és arra építjük a jövőbeli kiírásokat is. Pontos az, hogy tudja az ember, hogy hol van és hova szeretne tartani. Magyarul, hogy az ő mezőgazdasági vállalkozása vagy vállalkozása az miért olyan, amilyen, és hogy ha és amennyiben a projektet megvalósítja, akkor hova fog eljutni. Ezek azok az alapkérdések, amikre egy pályázati űrlapban válaszolni kell. Azt gondolom, hogy a dokumentumok, az alátámasztó dokumentumok beszerzése az nem rövid idő, de az állami hivatalok, a szállítók bevonásával, illetve azokhoz fordulva mindenki eddig tudta teljesíteni, úgyhogy én úgy hiszem, hogy a pályázói kultúra, a pályázatokon való részvételek a serkentése is alakul Vajdaságban, úgyhogy azt, amiről beszéltünk, hogy nem titkolt célunk, küldetésünk a pályázásra tanítani, szoktatni a vajdasági magyar közösséget, ez is szépen alakul, és azt látom, hogy egyre többen pályáznak tartományi, országos vagy egyéb elérhető pályázatokra. Azt gondolom, hogy ez is a közösség fejlődését szolgálja. Nem, szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Azok a polgárok tehát, akik eddig elmulasztották a lehetőséget, illetve újra szeretnének pályázni, kövessék figyelemmel a Prosperitáti Alapítvány tevékenységeit, hiszen hamarosan újabb lehetőségek nyílnak számukra. A Pannon RTV-t Temerinből Pető Attila tudósította.